Magyarországon egy évben egy személy, egy fő megközelítőleg 70 kg-nyi élelmiszer dob ki a szemetesbe. Egészen durva. Gondolkodom, most kidobtam mostanában valamit. A nagyon kemény. Kassa Gyula a vendégünk, a Maradék Nélkül című program vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát egyébként ennél sokkal meghökkentőbb statisztikák láttak napvilágot az elmúlt időszakban. Ez egy új program, egy új kampány, aminek ugye az a célja, hogy 2030-ra legalábbis azt hiszem, hogy Európában megfelezzék, vagy a világon megfelezzék ugye az élelmiszer hulladékoknak a mennyiségét, ami egészen pontosan, most nem biztos, hogy megtalálom ezt a statisztikai adatot, de az EU-ban évente 88 millió tonnáról beszélünk. Igen, így van. Ez a legfontosabb, amit tehetünk, amit az előbb önök is tettek, hogy elgondolkodunk azon, hogy vajon otthon mennyi termelődik nálunk. A legtöbb magyar ember, a lakosság háromnegyede felfogja, érti azt, hogy ez egy nagyon fontos probléma, elsősorban környezeti fenntarthatóság szempontjából. Ugyanakkor alig egy harmad tette azt meg eddig, amit most önök az előbb, hogy végig gondolják a saját háztartásuk tekintetében, hogy ők mit tehettek volna ez ellen. És hogyha még eddig el is jutunk, hogy felfogjuk, hogy mennyi élelmiszer dobunk ki, utána a következő gondolat, hogy ebből hány család, hány rászoruló jól tudna lakni. A program erre is próbál majd koncentrálni és figyelni egyébként? A programnak része az, hogy együttműködjünk adományozást folytató szervezetekkel, köztük élelmiszervállalkozásokkal és az elosztásban közreműködő civil szervezetekkel. De az elsődleges kérdés az a megelőzés, és azt gondoljuk, hogy a rászorulók ellátásának nem az élelmiszer hulladékokból kell megtörténnie. Ugye van egy honlap is mögött a program, mögött a Maradék Nélkül, és ott megnézegettem a praktikus jó tanácsokat. Volt olyan, hogy ne vásárolj akkor, ha éhes vagy, vagy ha nagyon fáradt nagyon vagy. Nagyon fontos. Akkor mindig többet vásárolunk. Igen, igen, de mik még ezek a hétköznapi tanácsok, amivel ez könnyebben elérhető, hogy kevesebb élelmiszer dobjunk ki? Az élelmiszer vásárlás, ételkészítés, rutin tevékenység, nem gondolkodunk rajta különösebben, és a szokásaink visznek minket. A szokások, ha jó szokások, nagyon sok energiát és időt spórolnak meg nekünk, viszont hogyha rossz szokásokat hordozunk magunkkal évtizedeken keresztül, észrevétlenül forintban is, illetve környezeti terhelésben nagy károkat jelent. Olyan egyszerű praktikákról van szó, mint hogy mielőtt elindulok bevásárolni, nézzek be a hűtőszekrénybe, hogy egyáltalán mi található ott, vagy hogyha ételt készítek. Írjunk listát, nem? A lista sem rossz, de ez már egy nagyon nagy plusz teher lenne. Ennél egyszerűbb kérdéseket szeretnénk javasolni, mondjuk, hogyha főzünk. Nézzük meg, hogy mi az, ami le fog járni elsőként, és azt részesítsük előnybe. Igen, mert hogy ugye a felmérésben az is szerepelt, hogyha jól figyeltünk, hogy az embereknek a fele, vagy legalábbis a megkérdezett magyaroknak a fele, még azzal sincs tisztában, hogy mit jelent ez a két különböző kategória, hogy fogyasztható, és hogy a minősége lejár, ugye valamikor. Bizony, pedig két külön világról beszélünk, az egyik a tartós élelmiszer, ami minőség megőrzési idővel rendelkezik. Ez, hogyha a háztartásunkban lejár egy pár nappal, héttel, esetleg még hónappal is, vannak olyan termékek, amelyek teljes biztonsággal fogyaszthatók, hiszen itt nincsen mikrobiológiai kockázatnak egy olyan szintje, amitől aggódni kéne. Ezzel ellentétben a friss termékek, amelyek a fogyaszthatósági időben jelöltek, ezek nem viselik el azt, hogy a lejárat után fogyasszuk őket. Mind a kettő esetében azonban közös, hogy forgalomban már nem lehet a lejárat után hozni őket. Igen. Ami még fontos lenne, és mindenféleképpen beszéljünk erről, hogy általában milyen típusú élelmiszereket dobunk ki a szemetesbe. A statisztika ugye három fő kategóriát sorol fel, a tejtermékek, akkor a zöldségek, meg a gyümölcsök, ugye, hogyha jól figyeltünk. Igen. Három kategóriát sorol föl, az egyik az, hogy elkerülhető élelmiszer termékek, ez a pazarlás maga, ez amikor megromlik, vagy túl sokat vettünk, valamiből nem fogy el, ezek a fő ellenségek, ezek ellen szeretnénk praktikákat javasolni. Van egy másik elég tetemes rész, amit nem tudnánk elkerülni akkor sem, ha akarnánk, mint mondjuk a csirkecsont. A harmadik pedig a potenciálisan elkerülhető termékeknek a köre, ami az egyéni preferenciától vagy egészségállapottól függ, például akinek nem jó a fogazata, nem biztos, hogy a kenyérhéjat el fogja tudni rágni.
és ezen belül az elkerülhetőket, vagyis a tényleges pazarlást összesítettük, azt tapasztaltuk, hogy első helyen az étel maradékok, a második helyen pedig a pékáruk végeztek, tipikusan a kenyér, kifli, zsömle, ezt követik a friss zöldségek, gyümölcsök, majd a tejtermékek, tehát ezek a legveszélyeztetettebbek. Ez általában azért van, mert az emberek többsége, nem tudom, hetente elmegy egy nagy bevásárlásra, és nem tudja felmérni, hogy pontosan miből mennyit kell, mit fog főzni. Igen, ez kimutatható, sőt, azt gondolják sokan, hogy aki falun lakik, annak kisebb a pazarlása, ez így nem igaz, annak kisebb, akinek van háztáji élelmiszer előállítása, de ha már egy balkonládában valaki paradicsomot termeszt, már az is sokkal tudatosabb fogyasztó, hiszen tudja azt, hogy mennyi energia egy adott termék előállítása. Viszont ugye, aki falun él, az ritkábban vásárol, ezért nagyobb mennyiséget vesz, és szervezetlenebbé válik egy kicsit a háztartása. Csak azért, hogy még sokkoljuk az embereket, hogy tényleg mennyire idióta módon tudunk élni. Az elpazarolt élelmiszerek 400-450 ezer rászoruló étkeztetését fedeznék. Csak Magyarországon egy év alatt. Hihetetlen. A legpazarlóbb Hollandia. Fejenként évente 541 kg élelmiszer dobnak ki. Ugye az EU-s átlag az ilyen 40 kiló körül van? Az EU-s átlag 92 kiló körül van. De sok. Igen. Akkor mi jócskán a középmezőnyben vagyunk. Igen. Ebben a tekintetben. Tökéletesen középmezőnyben. Mit tudunk csinálni? Tehát, hogyha tényleg felmegyünk erre a honlapra, akkor maradéktalanul próbáljuk minél figyelmesebben végigolvasni, és minél tudatosabban vásároljunk. Ez legyen a következő legfontosabb Ez a legfontosabb, igen. Sőt, az a javaslatunk, hogy amit meg tudunk spórolni a feleslegesen nem megvásárolt élelmiszereken, ez fejenként 10-12 ezer forint, egy család esetében tetemes összeg, ezt fordítsuk jobb minőségű, lehetőleg magyar termékek megvásárlására, és ezzel érezhetően a mi életminőségünk is javul. Úgy legyen. Köszönjük. 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 Köszönjük.